Köszöntöm a televízió nézőit, hölgyeim és uraim, önök a Négy szem közt a kanizsa képviságon című riportműsorunkat látják. Ez a műsor naponta 17:10 és 21 órakor látható a Kanizsa képviság éstévén, és örömmel mondhatjuk el, hogy valamennyi riportműsorunk látható már az interneten is, keressék önök is a www.kanizsaképviság.hu weblapon, illetve ott vagyunk a YouTube-on és a Facebookon is. És kedves nézőim, engedjék meg, hogy már is köszöntsem mai vendégemet, idős Vaszák Gézát, idősebb Vaszák Gézát. Azért mondtam ezt a kifejezést, hiszen Vaszák Géza név az jól ismert a megyében, és a fiad is Vaszák Géza. Menjünk vissza a kezdetekre. 1945. április 17-én születtél. 70 éves vagy. Igen. De nyugodtan elmondhatjuk már, hogy a labdarúgás szeretetét, a labdarúgás iránti vonzódást, a kapus témával kapcsolatot már a bölcsőben megkaptad, hogy így mondjam, édesapádtól. Beszéljünk erről. Hát igen, én is köszöntök mindenkit nagy szeretettel. Hát valóban így van, édesapám is ezen a poszton játszott 15-20 évet, a 20-as, 30-as években, tehát régen. A Győri Dacba, Székesfehérvári Arakba és a ZTE-ben futballozott. Na most én ugye 45-ben születtem Nován, ő akkor már ott élt. És tulajdonképpen az első futball élményem, ami nagyon megfogott engem, az 1953. november 25, amikor a Szepesi közvetítette az angol-magyart, illetve bocsánat, a magyar-angol volt, mert ugye értünk 6-3-ra. Az évszázad mérkőzését én rádión hallgattam, 8 évesen, szenzációs élmény volt. Aztán a következő futball élményem az már ennyire nem volt jó, mert az pedig 54. június 2-án volt, szintén még Nován laktunk, amikor a Berni döntőt elvesztettük a németekkel szembe 3-2-re, az viszont fájdalmas volt, úgyhogy sírtunk, meg hát mindenféle bánatunk volt. És akkor 55-ben költöztünk át Nagykanizsára, és itt mindjárt egy óriási élmény várt engem. A Arany csapat játszott a régi pályán, a régi bányászpályán, ami ott a gépgyár és a fúrás között terült el. Azon a pályán játszottak, és én ott labdaszedő lehettem, édesapám révén, aki ugye ismerte itt a futball közeli embereket, és labdaszedőként hát óriási élmény volt a Puskásékat látni. Tehát innen indult az én futball iránti ismertségem, szeretetem, de bármit lehet mondani rá. És akkor 1959-ben igazoltam én a bányászhoz, és mindjárt ugye serdülőcsapat, ifjúsági csapat volt, nem úgy volt, mint ma, hogy ugye 6 éves korosztály, 8 éves, 10 éves. Mi egyből bajnokságot játszottunk, mert nekünk volt előképzettségünk a Grundokon. Én nekem például a Flórián téren volt, Kiskanizsán, szenzációsan teltek ott a mi napjaink, két tégla volt a kapu, vagy éppen két sapka volt a kapu, 2-2 ellen játék volt, tehát futballoztunk. Már fölfigyeltek rád fiatal korodban, hiszen ifjúsági és utánpótlás válogatott is lettél. Igen. 1962-ben kerültem be itt a felnőtt csapatba. Tehát 17 évesen én már a felnőtt csapatban játszottam. Nagyon jó NB3-as bajnokság volt abban az időben. Bekerültem, Keszthelyen játszottuk az első meccset, kikaptunk ugyan 1-0-ra, de én már bemaradtam a felnőtt csapatba, ifiben már nem kellett visszamennem. De viszont az ifjúsági válogatottba bekerültem, játszottam, és 1963-ban élettem az ország első számú ifi kapusa. És utána pedig utánpótlás válogatott is így lettél. Van, így van. Kik voltak akkor az edzők? 63-ban, amikor én bekerültem ifi válogatottba, a Hoffer Józsi bácsi volt a szövetségi kapitány, a Kapocsi Sanyi bácsi pedig az edző. És akkor 64-ben részt vettem Hollandiába a 18 évesek tornáján, ahol a belgákkal és a spanyolokkal játszottunk ilyen körmérkőzést. Hát ott a harmadik helyet sikerült megszerezni, de óriási élmény volt, óriási élmény volt. Közben én már Pécsre igazoltam, a Pécsi Dózsához, és 65-ben kerültem be az utánpótlás válogatottba, de érdekes módon én úgy kerültem be, hogy a Rapp Imre, aki első számú kapus volt a Pécsi Dózsánál, ő pedig a B válogatott volt.
És én ugye az utánpótlás válogatotthoz kerültem, Sebes Huszti bácsi volt az edzőnk, hát szenzációs élményem volt ő vele is, egy hétig együtt voltunk, NDK-ba játszottunk mérkőzést, csodálatos ember volt, fantasztikus élményeket szereztem ott is, tehát felejthetetlen. Ez az utánpótlás válogatottbeli szereplésed azzal járt, hogy azért már az NB1-es csapatok is kezdtek figyelgetni, sőt, ha jól tudom, NB1-ben először Pécset játszottam. Én már akkor Pécset voltam, amikor az utánpótlás válogatottba kerültem, igen. Én Pécset játszottam, NB1-ben is sikerült játszanom 12 alkalommal. De az a helyzet, hogy nagyon jó kapusok voltak, egy nagyon jó csapat volt, válogatottakkal teli, olyan csatársul volt, mint a Györkő, Dunai 2, Vári, Dunai 1, Török. Ez a ötös fogat volt ilyen csatárok. Aztán a védelemben is a Hegyi, a Csupák, a Kocsis Ernő, tehát szenzációs jó csapat volt. A kapusok pedig, amikor én oda kerültem, a Danka Imre volt, és az Engői Pista. Aztán ugye 64-ben érkezett a Rapp Imre, aki Tatabányán a Grosics tartalékaként nem nagyon védett, és ő egy nagyon olyan szellemű ember volt, aki csak ő, tehát egy egoista volt, tehát nagyon jó a saját szempontjából, de nekem ez tulajdonképpen nem tett jót. Nem tett jót, és együtt voltunk még ott 2 évet, és akkor én haza jöttem Kanizsára. Tehát a pécsi évek így voltak, így teltek. Kanizsára akkor melyik csapatba jöttél? Következő volt a helyzet, ugye én a Bányásztól igazoltam el, és ott a különböző elvtársak, már ők elvtársak voltak, nem volt mese. Elvtársak úgy gondolták, hogy aki innen Kanizsára elment a Bányászhoz, ne jöjjön már vissza. Most a következő volt a helyzet, én ugye akkor megházasodtam. Megházasodtam, és mindenhogyan ide akartam jönni. És akkor a NT-nél, bocsánat, NVT-je volt, az NVT-jehez igazoltam. És érdekes, hogy én játszottam a NVT-be a Bányász ellen, de akkor itt már olajbányász volt. Akkor már 65-ben olajbányásznak hívták. De az NVT-je akkor az NB2-ben volt, ugye? NVT-je is NB3-ban volt. NB3-ban? Együtt voltak itt NB3-ban a két csapat. Na most, amikor itt a Németh Lajosék, a Simon Józsi féle társaság megnyerték az NB3-at, NB2 lett, én a következő évben jöttem vissza. És akkor, amikor Olajbányászban. Így van, akkor Olajbányász volt, akkor visszajött jött a Pavlic Feri, a Müller Gabi, a Patyi, Karcsi és én, és egy év alatt megnyertük az NB2-t, és fölkerültünk az NB1-be, ami... NB1-B volt akkor. NB1-B, amelyik egy szenzációsan erős bajnokság volt, és tulajdonképpen akkor indult itt be igazán a futball szeretet, vagy akárminek lehet mondani. Autóbuszokkal jöttek vidéki mérkőzésekre szurkolók, tehát beindult egy olyan folyamat, ami aztán egészen elvitt bennünket a 2002-es összeomlásig tulajdonképpen, de közte volt kétszer NB1 is. Tehát én úgy gondolom, hogy az a csapat alapozta meg itt Nagykanizsa labdarúgását 1972-73-as bajnokság végén, ami még abban az időben, hogy nekem nagyon jó volt, hogy akkor született a fiam. Tehát a 73. szeptember 3. a Békés Csabát vertük itt 4-1-re, és aznap született a fiam. Ez az NB1 és NB1B-s időszak milyen keretek között történt? NB1B-s, amikor itt? Igen. Hát a következő volt akkor a helyzet, ugye akkor volt az a divat Magyarországon, ez a álprofizmus, álamatőrizmus, lehet mondani bárminek, tehát a vállalatoknál elhelyeztek játékosokat, ahol fizetést kaptunk, és a pályán kellett dolgozni, tehát futballistaként szerepeltünk, és a fizetéshez volt meghatározott prémium. Tehát tulajdonképpen jó kerestünk. Na most az, hogy nem kellett bemenni dolgozni, az nem egy akkora érdem, mert én például bejártam, és nem érdekelt engem, hogy nem, mert én úgy gondoltam, hogy pályámat majd a civil életbe is tudom folytatni, aztán hál' Isten így is lett, 80-ban abba hagytam. Tehát nagyon jó volt akkor futballistának lenni, úgy gondolom, de akkor is voltak azért futballellenes hangulatú emberek, akár a vállalatoknál is, akár
az életben, de akkor azért annyira nem lehetett beszélni, mint most a futball ellen. Tehát akik nem szerették a futballt, vagy ellene voltak, azok sem nagyon mertek megnyilvánulni, mert mindenki támogatta. Tehát a párt, a tanács, mindenki támogatta a futballt. Fontos volt egy városnak, hogy minőségi labdarúgása legyen. Respektje volt a pártitkároknak, hogyha jó futball volt. Emlékszel még a játékostársakra? Hogyne. Edzőkre? Beszéljünk róla egy picit. Mindenkire emlékezem. Nekem az első edzőm a Mihalec Boldi bácsi volt még itt ugye Kanizsán, aztán a Darvas Albertre emlékezem, Budapestről jött le, aki engem először betett felnőtt csapatba, a szenzációs jó edző volt. Aztán amikor elkerültem Pécsre, akkor Pécset először Orcifalvi István nagyszerű edző volt, Teleki Gyula szintén, ott is nagyon jó edzőim voltak, és akkor Nagy Kanizsa következett, itt pedig a Németh Lajos volt itt a edző, amikor ide visszakerültem. Nagyon fiatal, agilis volt a Lajos bácsi. Én még ugye, mint játékos dolgoztunk együtt. Na, akkor a Pavlics Feri volt a csapatkapitány, Kovács Hegyi, Doszpot, Simon Müller volt a hátvéd négyes. Magyarországon egészen jó hírük volt, mert kemények voltak, sőt, annyi szabadrugás kellett védenem nekem abban az időben, hogy más csapatoknak nem nagyon. És nekem nagyon jó ment a védés. Nagyon jó ment a védés. Az évvégi értékeléseknél első háromban mindig benne voltam. Kacisz, Béla, meg a többiek is. De nagyon jó csapatok voltak. Tehát a Békés Csaba, akit ugye itt megvettünk négyre, megnyerte a bajnokságot év végén. A Ganzmávak szenzációs jó társaság volt, Budapesti Spartakusz, aztán így tovább. Játékos társam volt a Kománovics Gyuri is, aki sajnos ugye autóbalesetben meghalt pont egy mérkőzésünk előtt itt 74-ben. A Spartakusszal játszottunk egy vasárnap ősszel, és elmentek a ZTA Újpest meccsre autóval, és sajnos ugye halálos balesetet szenvedett, és másnap nekünk meccset kellett játszani. Tehát ma ilyenkor elhalasszák a meccset, akkor nem le kellett játszanunk, és a Spartakusszal itt egy-egyet játszottunk. Tehát voltak ilyen élmények is. A Németh Lajos után következett a Konta Károly, ő is a budapesti Vasasba játszott, válogatott szintű futballista volt, jó edzőnek tartottam. Ő, amikor aztán elment Szegedre, óriási meccset játszottunk utána itt a Szegeddel, nyertünk 2-1-re, de akkor már a fiatal Kunos Ferenc volt az edző, hát ő egy érdekes ember volt, a szakmájának élt, de lelkileg elég labilis volt, aztán később öngyilkos is lett, de sikeres volt, mert jó csapatunk volt. Ideigazolt akkor a Füle Lajos, Hangai Pista itt volt még, a Harc Lajos volt itt, és ugye a Söjtör Laci is visszaigazolt. Tehát egészen jó társaság volt akkor is. A Kunos Ferit követte, itt egy fél évig a Harc Lajos régi futballista volt, ővele is egészen jó szerepeltünk, és utána érkezett egy világhírű ember, Lantos Mihály, az aranycsapat akkori, illetve az aranycsapatban bal hátvédet játszott, szenzációs ember volt edzőként is, én jónak tartottam, mások másképp ítélték meg, de hát ugye ez egyéni dolog. Én jónak tartottam, ő nála is játszottam meg, hát ezeknél az edzőknél mindenhol én voltam az első számú kapus. Jó volt futballistának lenni, még egyszer mondom, akkor. A Misi bácsi aztán elkerült a Videotonhoz, azután jött a Kerekes Imre bácsi, egy bohém ember volt, nála is egész jó csapatunk volt. Madár Gábor követte őt első ízben, és akkor én 80-ban fejeztem be. Tehát így ezek az edzők voltak az én mestereim. Sőt, a krónika szerint 1980-ig több mint 300 mérkőzés. Igen, én minden mérkőzésen szinte játszottam itt, ami volt. Na most érdekes, mert hát az ember úgy van vele, legalábbis kapusok, hogy azért, ha együtt van két-három kapus, segítik egymást. De azért mindenki úgy gondolja, hogy nekem kell védeni. Mindenki így van, én ugyanígy voltam. Tehát itt azért nem nagyon tudtak védeni mások. Illetve 79-ben ideigazoltuk a Megyi Móretz Józsit, Tóth Szemmáton, nem a Zajdai Honvéd Botján eséből ideigazoltuk, hogy majd ő lesz az utódom.
És akkor 79-ben, én 34 éves voltam, nem idős a kapusposzton, de nekem nagyon jó állásom lett a Kőgáznál, iskolákat végeztem, úgyhogy én felkészültem arra, hogy a futball mellett az életben is majd jó tudok szerepelni, így is lett. És akkor jött a Megyemórez, és akkor én 80-ban átadtam a helyen. 80-ban. Tehát akkor voltam 35. A Géza fiam ugye 2 éve hagyta, abban 40 évesen. Tehát én is csináltam volna, mert semmi gondom nekem nem volt, de abban az időben azért jó, ha volt az embernek tisztességes állása. Legalábbis így éltem én. És akkor én 80-ban abba hagytam az aktív játékot. Jött a Szalai Zoli, átjött a MVTL-től, mert akkor még azt mindig MVTL volt, később nem, akkor már MÁVNTL volt, akkor már MÁVNTL volt, átjött ide, és akkor ők rivalizáltak. Na, az nem volt jó, mert amelyik védett, az mindig rosszul teljesített. Akkor másik védett megint, tehát nem volt teljesen jó. És akkor a Madár Gábor engem megkért, hogy a kapusoknak azért próbáljak meg segíteni. Hát én el is kezdtem. No, azért még ez hozzátartozik, és akkor ugye itt most már edző vagyok, 80-ban már edző vagyok, hogy a kapusok mostanában voltak kezelve, szakmailag is. Tehát úgy zajlott a dolog, hogy kimentek a csapatok, kapusok külön mentek, rugdostunk egymásnak, ki hogyan gondolta, ki mit érzett, és akkor én gondoltam, hogy itt valami kapusedző szerep is kellene a labdarúgásba. És én elkezdtem tanulmányozni más országok labdarúgását, kapusokat, stb. És a Szarka Zoli Szombathelyen, a Veréb még nem, Diós Györbe, de később ő is, aztán többen Pálinkás Pesten, Tamás Gyula Pesten, tehát mi régi kapusok úgy gondoltuk, hogy ez egy külön szakma. Labdarúgáson belül, ez egy külön önálló szakma, ezt kellene csinálni. Na és akkor én elkezdtem nagyon komolyan venni ezt a dolgot. De közben az utánpótlásnál is dolgoztam, mint ifjedző. Tehát ifjedző is voltam, a kapusokkal is foglalkoztam, és közben elláttam a feladatomat a Kőgáznál. Sőt, a kapusedzésekkel kapcsolatban közreműködtél a kapusok A-licenses. Most igen, ez már később, ez későbbi történet. Először ugye végeztünk a TFN edzőit, aztán. Ez már 97-ben van, amikor bejött az új rendszerű UEFA képzés. Na most én itt már dolgoztam mind kapusedző, és erre figyeltek fel a Mezei Gyuri, Bolt Józsi féle edző, képzők, és akkor bevontak minket ebbe a dologba. Tehát Zalaegerszegen zajlott a B tanfolyam, ahol én voltam az egyik előadó, a kapusoknak a tanára voltam tulajdonképpen, és akkor már előkészültünk az A-licenszes kapus képzésre is, és akkor én közreműködtem Andrussal, az Endreivel és a régi kapusokkal, Veréb Gyurival együtt. Igen. És akkor párhuzamosan, mint ahogy mondtad, az edzői munkába is bekapcsolódtál és dolgoztál először az ifjúsági csapatnál. Igen. Aztán utána? Most a következő volt a helyzet. Egészen jó ment ez a dolog, és úgy érzem, hogy volt hozzá érzékem, affinitásom, jó ment. De alanyok is voltak, tehát nem összehasonlítható mai gyerekekkel, pedig csak nem tudom, eltelt 21 néhány év, nem összehasonlítható, teljesen más volt minden, a társadalom teljesen más volt. Tehát jól ment, és akkor 90-ben a Madár Gabi elment Egerszegre, és akkor úgy gondolták a vezetők, hogy meg tudom én ezt oldani, a felnőtt csapat vezetését. Na, hát ez egy érdekes dolog volt. Volt önbizalmam, persze minél lett volna, ezt tudtam. Tudtam a dolgokat. És akkor NB1 volt? NB2 volt, tehát másodosztály volt. Na, közben ugye változott az elnevezés, NB1B, NB2, de NB2 volt utána már egészen végig, amíg ki nem estünk. Tehát megszűnt az NB1B. Pontosan így van, végig. Olyan volt, hogy egy csoportos NB2 volt, két csoportos NB2, három csoportos NB2, tehát mindig változtattak a versenykiíráson, nem volt valami jó dolog. Akkor éppen egy csoportos NB2 volt. Magyarán a felnőtt szinten NB2-ben így van. Kezdtél. Ezt pontosan, a felnőtt igen. Szinten, igen. És a következő volt a helyzet. Nagyon jó. Gondoltam én, hogy ezt hogy kell csinálni, de hát ugye az élet a nagy rendező,
Ez úgy alakult a sorsunk, hogy itt elmentek játékosok, akkor hajtóban László Lajos, aki nagyszerű futballista volt, Mózsi Zoli elment, nem tudtam igazolni olyanokat, akiket szerettem volna. Azt, hogy most kiakadályozott, én arra most nem beszélek, de voltak olyanok, akiknek nem tetszett, hogy én vagyok itt az edző, Kanizsán. Istenem, Kanizsán volt, már mással is előfordult. És az első 8 meccsen voltam az edző, az ottani igazgatóm a Kögáznál mondta nekem, hogy jó, te ezt elvállaltad, de bármikor ide visszajöhetsz, ismerünk téged, stb. Nem voltam annyira könnyű gyerek, illetőleg sőt. Na, és akkor 8 meccs telt el. Az első meccsen a 3. kerülettel játszottunk, 0-0-ra sikerült, Hegedűs Laci óriási helyzetben hibázott, stb. Na, ami még érdekessége dolognak, hogy a Csáki Lacit én hoztam ide annó, a Szőcs Jánoshoz, már akkor ugye kapusedzőként, tehát Csáki Lacit én hoztam ide, és amikor 2-3 év alatt egész jó sikerült felhozni, amikor életem a felnőtt csapat edzője 90-ben, akkor a legrosszabb teljesítményt nyújtotta. Tehát egyszerűen rettenetes volt. Sőt, a 4.-5. meccs után mégis sérült. Na most, ami érdekes, a fiam akkor már 16 éves volt. És jó szinten volt, serdülő válogatott volt, magyar, sőt, ifjú válogatott magyar, itt játszottak egy meccset, ő védett, és akkor, de viszont a felnőtt csapatban itt volt a Kovács Zoli. A Kovács Zoli nevű kapus, vagy a Géza védje, mert megsérült a Csáki. Azon kívül, hogy elég gyengén védett, sajnos. Tehát tulajdonképpen az eredménytelenségben, úgy eredménytelenség, hogy 5 pontunk volt 8 meccsen, de akkor 2 pont volt a győzelem. Tehát nem úgy volt, mint ma, hogy 3 pont, hanem csak 2 pont volt a győzelem, 1 pont a döntetlen. Tehát 5 döntetlenünk volt, idegenben Gazmávoknál, Mohácson döntetlen. És a 8. meccsnél volt az, hogy hát úgy gondoltam, hogy ebből a dologból elég nekem. És megjelent a Dunántúli Naplóba azon a vasárnap reggel egy cikk. Nem mondom, hogy ki írta, de teljesen mindegy. Hogy áll a bál Nagy Kanizsán. Nézem. Áll a bál, és a riport van. Ez a mérkőzés előtt volt? Ez vasárnap reggel volt. A mérkőzés előtt? A szombathelyi haladás volt itt, Délutasi Laci volt a haladás edzője. És olvasom az újságból, hogy áll a bál Kanizsán, és riport a Baranyai elnök úrral. És kérdezi az újságíró, hát miért a Vlaszák Géza itt az edző? Azt mondja a Baranyai, mert nem volt más. Na, ez volt a lényege. Jó, mondom, akkor jó. De azt délután lejöttem, aztán folyosan összefutok a szakosztály vezetővel, mondom, meleg, akkor én itt ezt továbbiakban nem csinálom. Csapatta végigjátszok ezt a meccset, és akkor lemondtam. Na, hát elég viharos volt ez a dolog. Nem bántam meg. És akkor mi lett az eredmény? Mi lett az eredmény? Kikaptunk 3-1-re a szombathelyi haladástól. Később bajnok lett. Tehát tulajdonképpen helytáltunk. Beálltad a lemondást? Mondtam, hogy én ezt nem csinálom. De előtte, érdekes, már előtte Sopronban játszottunk, és akkor olyan dilemmába kerültem, hogy a Gézát tegyem be a kapuba, mint fiatalt, vagy a Zolit. Na most engem itt eléggé támadtak, meg... Ezek szerint a Gézát tetted be? Nem. Nem? Nem tettem be. Ja, nem tetted be. Hát akarom mondani, nem tettem be. Nem tettem be, mert na most, hogyha beteszem, még előbbre jut. Ez biztos, mert már MB2-be véd. Nos, mert tudnék, abban az időben az ő kortársa volt a Szűcs Lajos, a Sáfár, a király nem, ez már ugye fiatalabb, ez később jött, meg a Szűcs, a Sáfár, a Babos, ez a három volt. Tehát negyedik volt a Géza, így ezek voltak a legjobb kapusok abban az időben az országban. Amit beteszem, előbbre jut. De engem itt eléggé támadtak, piszkáltak, hogy mert favorizálom a fiam. Tehát nem voltam egy jó hangulat, ugye. Úgy egyébként nem volt ez egy olyan jó hangulat. És akkor betettem a Zolit, nem sikerült, tehát nem volt jó. És azon a meccsen már nem tettem be akkor a Gézát, amikor én lemondtam. Na és akkor az következett, hogy
hogy de azért hibát követtem el. Tehát hibát követtem el, mert belementem egy olyan prémium rendszerbe, amit nem tudom szabad. A fiatal az ember, ó, majd nyerünk, meg minden. Na, nem nyeregettünk, és a bizonyos sávba kerültünk, ahol már nem is volt szinte pénz. Na most hát magyarul nem volt eredmény, de pénz sem volt. Nem volt pénz, így van. Na. De engem nem a pénz motivált, de viszont a játékosokat igen. Na, és akkor lemondtam, és akkor engem ugye felhívott a Baranyai, hogy ezt nem így gondolta, jó, hát akkor nem kell tovább ragozni. Kész. Lemondtam. És utána következett itt a Németh Lajos. Vasútpályáról jött át, mert jó, akkor szakosztályvezető volt. És akkor tulajdonképpen egy kicsit jobb lett a fizetés, és jöttek az eredmények is jobban. De én nekem az a két hónap is jó volt, de visszaigazoltak engem a játékosok. Engem visszaigazolt az, hogy következő éven kimentem Dortmundba. Mert most ugye mondja, hogy milyen nagy divat kéne. Én már akkor kimentem, amikor még nem ment ki senki. De saját pénzemen. Tehát nem volt támogató. Én már abban az időben járattam a Fußballtréner nevű német szaklapot. A lányom, hála Istennek, akkor már ragyogóan beszélt németül. Ő fordított, mert én nem tudtam. Hatalmas mennyiségű újságban, még ma is. Tehát én akkor kimentem Dortmundba. Egy hétig voltam ott. Ott már Hitzfeld. Később világhírű edző lett, akkor még nem volt az. Egy ilyen közép csapat volt a Bundesligában, és tanulmányoztam az ottani dolgokat. Aztán megnyugodtam, hogy én tulajdonképpen itt ezt a részét jól csináltam, amit csináltam. Ennyi volt, kész. De a labdarúgásra nem szakadtam. Jó, persze, hogy nem. Azt akkor a következő évben visszahívtak ide ifi edzőnek, és akkor utánpótlás vezető lettem. Tehát tulajdonképpen utána én Németh Lajossal is dolgoztam együtt. No, tehát így. És akkor elérkeztünk 2003-ig, amikor már a UFC vezetője lettél. Mi előzte ezt csak meg? Egy picit maradjunk. Igen. Még, igen. 97. 97-ben én megalapítottam itt a gyereklabdarúgást, mert addig nem volt. Tehát 97-ben indítottam én be a gyereklabdarúgás 6 éves kortól. Az első társaság a Faller Zoli edző által összehozott csapat, amelyik aztán később majd jön be a későbbi UFC korszaknak a zászlós hajója lett tulajdonképpen. 97-ben ezt megalapítottam. Közben zajlott az UEFA képzés, és akkor engem a magyar labdarúgásért érdemérdemmel tüntettek ki. Igen, ezt akartam is mondani majd. Igen. És akkor elégeztünk 2003-ig, de az, hogy az UFC-t meg kellett alakítani, annak előzményei volt. Hát persze, előzménye volt, megszűnt itt a futball. Na, tulajdonképpen ez 2002-ben még NB2 volt. 2001-ben NB2-ben voltunk, akkor írták ki a kvalifikációs bajnokságot, hogy NB1-ben voltunk mi 2001-ben, és azt írták ki, hogy két csoportra osszák az NB1-et, tehát 8-8, az első 6 maradt benne, akkor volt a 12 csapat először. 6-6, 12. Két, és a két utolsó esik ki az NB2-ben. Na most az utolsó lett a Pécs, hetedikek lettünk mi, hatodik lett az ETA akkor. Tehát tulajdonképpen éppen csak kiestünk. Hát érdekes dolgok történtek akkor, mert nem lett volna fontos vagy kötelező nekünk ott kiesni. Benne is maradhattunk volna. Mihalec Pista volt az edző. Hát mindegy, így alakult. És akkor NB2 következett újra. De viszont az NB2-ben egy év múlva osztályzót játszottunk. Amit itt még elvesztettük, de bent tartottak bennünket létszám feltöltéssel. Bennmaradtunk, és akkor a következő évben már 2002 tavaszán estünk ki. És amikor kiesett a csapat, de akkor már a NTE tulajdona volt az 1FC Kft. Már 1FC Kft. Volt. Tehát az NTE, a MÁV NTE tulajdona lett. Tehát ha jól emlékezem, 100.000 forintért kapta meg az önkormányzattól a MÁV NTE. Szerintem akkor nagyon nagy csapás érte a szurkolókat. Tehát lelkileg a Konizsai Bányász
vagy olajbányán szurkolók, a vasút tulajdonra lettnek, tulajdonképpen nem volt egy jó gondolat. De hát jogos volt, jogilag teljesen jogos volt, kiestek, és akkor a Máventéje elvittek mindent innen a pályáról. Elvitték az ifi csapatot, meg mindent, de nem tudtak indulni MB2-be, hanem csak a harmadik osztályba, a megyébe. Tehát ott egy tévedésben volt az akkori elnök, hogy ők majd tudnak indulni MB3-ba. Nem sikerült. Bár úgy lett volna. Na most, akik jó ifi játékosok voltak, azok szétszélettek. Tehát a Mámentéjének a megye 3-ba kellett kezdeni, amit 3 év alatt szépen meg is nyertek, hát egyértelműen jó volt. Itt pedig az olajbányász pályán nem maradt semmi. Jó, de az olajbányász rajongók, a futball rajongók hogy fogadták azt, hogy a közelmúltban még MB2 volt, rá egy évre meg már megszűnik a felnőtt csapat? Hát ez egy nagyon nagy trauma volt az embereknek, legalábbis akik azért a pályára jártak. Hát bizony szemlesült fel, mászkáltak ott emberek, hogy mi van, egy teljesen ki van halva. A fű meg nőtt a stadion, a centerpályán nőtt a fű, már vagy fél méter volt, és akkor télen a Géza már az Újpestben volt, a fiam, és lejött, ugye, mindig lejött, többször lejött, és nekünk az első útunk mindig a pálya volt, és akkor lementünk kocsival a pályára, és szörnyű állapotok vannak. Hú, azt mondja, hát itt valamit kéne csinálni. Hát, na, mit lehet csinálni, és akkor mondom neki, hogy csinálj egy alapítványt. Te neves futballista vagy, te neveden, csinálj itt egy alapítványt. Na, így is történt aztán. Így történt, megalakult a Nagykanizs a gyermek és utánpótlásért közhasznú alapítvány. Azóta is működik, most is működik, jó. És amikor megalakult az alapítvány, arra építve alapítottam én az UFC-t. Az UFC-t úgy alapítottam meg, a következőképpen mi, akik itt voltunk, nem kellettünk a Máventéjének. Senki. Illetőleg a Fallerék korosztálya, akiről beszéltem, mikor 6 évesen elkezdték, igen, akkor már ugye 2002-ben 12 évesek voltak. 12 évesek voltak, és szerettek volna már bajnokságba játszani. Kiváló támogatóik voltak, szülők elsősorban, akik azt szerették volna, hogy a gyerekeik játszanak MB-s bajnokságban. De MB-s bajnokságban nem tudtak volna játszani, mert nem volt U15-ös csapat. És akkor én, nekem sikerült az ETL-vel egy olyan megállapodást kötni, hogy az U15-ös korosztályuk ide jön játszani. Tehát ugye egészen edzenek, és ide utaznak, amikor bajnoki meccs van, és akkor ők játszottak először, ami U13-osunk pedig utána. És ha meg idegenbe mentünk, akkor oda utaztak. Mondjuk, hogyha utaztunk Szekszárdra, akkor mi utaztunk az U13-osokkal, ők pedig utaztak a 15-tel. Ez akkor meg lehetett csinálni, ma nem biztos, hogy meg lehetne csinálni. Na, ez kiverte a biztosítékot néhány önkormányzati embernél annó akkor, hogy, mert ugye azt szerették volna, vagy nem is tudom, hogy mit akartak, hogy itt ne legyen semmi. És akkor, hogy mi... Na igen, a következő, hát itt még az is megben volt, hogy a Kögáz ugye privatizálva lett, német tulajdon, stb. És a pálya pedig az ő tulajdonuk volt. Mert a város annó nem tudta megvenni akkor. Vagy nem akarták, de hát ezt nem tudom, nem. Én a politikával nem foglalkoztam, én a futballon. És akkor az ETS segítségével az E.ON nekünk bérbe adta a stadiont. Ez 2003-ban történt, tehát 12 éve, ma mondtam, térdégérő fű, stb. Az öltöző kirámolva, nem volt semmi. És akkor megcsináltuk mi a pályát. Arra határozottan emlékszem, hogy amikor itt az a nagy gaz lement a pályáról, öntöztük egész nyáron, vagy 500 000 forint vizet fizetett a Szarka Sanyi, aki a legfőbb támogatónk volt, aki aztán az elnökségbe is természetesen szerepet kapott. És akkor ugye a fiam volt az alapító, az alapítvány alapítója,
Hát én meg, mint elnök, hát én soha nem akartam elnök lenni. Én futballedző vagyok ma is, meg az is akar. Nekem az elnökség az olyan bodát, voltak ott emberek, akik ezért értették a dolgokat. Viszont nekem jó kapcsolataim voltak. Tehát azért az itt mindig fontos volt a kapcsolatrendszer, nagyon fontos volt. És akkor indultunk el. És olyan sikeres volt az a 7 év, ami 10-ig tartott. Ami 2010-ig tartott. Nagyon sikeres volt. Ez a társaság Faller Zoli vezetésével minden 2 évben bajnokságot nyert, ahova fölmentünk. Tehát nyert bajnokságot 13-ba, 15-be, 17-be. És akkor eljött a 2009, amikor már az akkori önkormányzat, tehát a későbbi, nem amelyik még bennünket kicsit fiszkáltak, de ott sem voltam olyan nagy probléma, mert tulajdonképpen 3 év alatt, 2006-ban mi egy válogatott meccset rendeztünk, nem tudom, emlékszel rá, Magyarország, Horvátország, U20-ast, abba a stadionban, ami ugye nem kellett itt senkinek tulajdonképpen, csak nekünk, mert ugye mi csináltuk. És akkor 2009-ben következő, ugye ment az idő. A gyerekek nőttek, fejlődtek, stb., hogy most nincs itt felnőtt csapat. Tehát mégiscsak akkor elfogadtam én is, hogy egy együttműködésbe egyesüljünk a Máventével. Mert ugye nem voltam olyan jó viszony a két klub között, mert a Máventéseknek nem tetszett, hogy mi létezünk. Mi meg én azért igyekeztem azt a szellemiséget, hogy azért mi is kanizsaiak vagyunk, meg ők is, itt a edzőkkel. Hát akkoriban kezdett itt ugye edzősködni a Német Feri, a Kis Pista volt a helyettesem, Váradi Gabi, akkor kezdtek edzősködni, aztán később jött a Koller Zoli, egészen jó társaság volt. És akkor a NTL-vel 2009-ben csináltunk egy meg nem támadási szerződést, viccesen mondom, egy szakmai egyesülést. Tehát, ami abban nyilvánult meg, hogy a U19-es korosztályokat mi átadjuk, meg az U17-est. Ők meg átadják a gyerekeket. Tehát ott működött akkor ugye egy NB3-as felnőtt csapat, és volt alatta U19, U17. Itt meg maradtak a U15, 13 és lefele. Hát ez annyira jó, és ennek én voltam a szakmai vezetője. Ez olyan jó sikerült, hogy a négy versenyző korosztályban 3 bajnok lett. És nem akármilyen szintű bajnok lett, a 19, a 17, meg a 13. A 15-nek a harmadik hely jutott, hát bal szerencse. Tehát életben, én több mint 50 éve vagyok kanizsai futballban, olyan erős utánpótlás nem volt. Na és aztán akkor utána a következő év, az élet nagy rendező, már mondtam, úgy hozta, hogy úgy alakult a helyzet, hogy nem tudtunk összemenni egyesületileg, hanem úgy sikerült kihozni a dolgot, hogy az U15-ig itt maradnak az UFC-nél, a többi pedig ott marad a felnőtt csapat alatt. Így egyeztek meg a vezetők. Én pedig ott maradtam, mint szakmai vezető a NTN-nél. De akkor mi lett az UFC-vel? Az UFC itt maradt U15-ig. De ki vette át tőled a vezetést? A vezetést én tőlem akkor ideglenesen a Józsi Gyuri vette át, aztán a Kovács Józsi lett utána az elnök egészen tavalyig, és most a Kovács Tamás az elnök. Ez az egyesület, ami most van, mert ugye az NTM megszűnt, mint labdarúgó. Megszűnt ez a nagykanizsai labdarúgó egyesület, mint, ami mint UFC. Férfi labdarúgás, így pontosítjuk, van. Igen. Tehát. Igen, pontosan így van. Tehát ott nincs férfi labdarúgás, csak női az NTM. Ez most lett nagykanizsai labdarúgó egyesület, amit én alapítottam, amelyik UFC néven szerepel. Tehát az UFC ugyanaz, ami volt, de most az UFC-nek van felnőtt csapata is. NLU, NLE. Így. Na, így alakult ez a dolog. 10-be így alakult, és akkor a következő, ami aztán ugye a folyamata volt, hogy alakult ki ez, hogy most csak itt van, ott egy évig még nekem volt szerződésem, és akkor úgy döntöttek a NTL vezetői, hogy átadják az U17-19-et az UFC-nek. És akkor mikor átadták, akkor az én pozícióm megszűnt. Na, ennek 3 éve. És akkor én megszűnt, itt meg úgy kinőtték magukat fiatal kollégáim, hogy gondolták, hogy én már itt nem kellek.
De azért visszakerültél újra. Semmi probléma nem volt nekem akkor sem. Mosolyogtam egy-két dolgon, bár belül azért ettem fel az ember. Most újra ott vagy. Mikor mentél vissza? Na most a tavaly, tehát most már másfél éve. Visnovics Laci, egykori játékosom volt, ugye még annól, mikor én voltam itt az edző, aztán kollégák voltunk a vasútpályán, úgy gondolta, hogy tudok segíteni. Szerintem jó gondolta. Itt vagyunk most a mai nappal, azért említsük meg, hogy 1997-ben a magyar labdarúgásért bronzfokozatát úgy van, pontosan, kaptad, pontosan. És ez egy nagyon szenzációs. Komoly elismerés szenzációs. A munkádnak, a tevékenységednek. Örültem. Bevezetőben beszéltünk arra, hogy a teljes családi dinasztriánál édesapád kapus volt, te kapus lettél, nem is akármilyen szinten, a fiad szintén kapus lett. Még jobb szinten. Még jobb szinten, hiszen ő NB1-ben 400 mérkőzést védett, ami egy fantasztikus nagy szám, és jelenleg is aktívan dolgozik az ETN-nél. Egy kapus dinasztia. Unoka? Hát, az is kapus lesz? Egyik unokám a Flórián, a lányomiknál, ő vízilabdás. Tehát nem érdekelte a labdarúgás, én nem erőtettem előttesem, de na, ő a vízilabdában. Hát a fiamék már van egy kislány, meg egy kisfiú. Nem tudom. Nagypapa nem erőlteti túlságosan. Nem, én nem erőltettem sohasem. Befejezésül további tervek, elképzelések, célok? Hát nekem olyan van, hogy engem nagyon bosszant az, hogy itt Nagykanizsán nincs egy olyan felnőtt szintű csapat, akit ismernek az országban, tehát akár egy NB3-as csapat. A megyébe vagyunk, és itt sem brilléroznak ezek a felnőtt játékosok. Viszont az utánpótlás, nem ez a másfél év, amióta újra itt vagyok, nem ez a másfél év, de én úgy gondolom, hogy egészen jó pályára lépett szakmailag, ami nagyon fontos. Visszajött a Németh Pista, mert közben ő sem volt itt az UFC-nél. Váradi Gabi visszakerült be az elnökségbe, szerintem nagyon jó. Az elnökség megteszi, ami a dolga, ragyogóan, megteremtették feltételeket. Olyan feltételek vannak itt Nagykanizsán, mert életben nem volt. A műfüves pályától a center pálya olyan, hogy NB1-esek nincsenek, sőt akadémiákon sincsenek különösebben nagyobb dolgok. A szerelések csodálatosak, 6 éves kortól, táskától, melegítőtől föl vannak öltöztetve gyerekek. Én ezt 98-ban láttam Atalantán, amikor kint voltam egy újabb tanulmányoton. Már akkor, mondom, mikor lesz ilyen Kanizsán? Na ez most megvan. Tehát szerelések, felszereléstől kezdve, ami létezik, minden van. Én bízom benne, hogy az utánpótlás olyan mértékben fejlődik. Edzős, ami nagyon fontos, edzők tanulnak, ami nekem nagyon jó. Ami nekem nagyon fontos volt mindig, hogy pedagógusok is legyenek az edzői társaságban, vannak. Tehát a pedagógusokra is tudunk számítani. Nagyon jó kapcsolatot építettünk ki most másfél év alatt az iskolákkal. Sőt, bementünk az óvodákkal is. Tehát ebből csak jó lesz. Laszák Géza, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és megosztottad velünk a életed labdarúgással kapcsolatos dolgait. Ez a riport is reméljük, hogy előbb-utóbb bekerül egy hasonló kiadványba, mint az előző beszélgetések. Fogadd el tőlem ezt a könyvet, amelyben a korábbi riportjaim szerepelnek, és még egyszer köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és jó egészséget kívánok. Én köszönöm, minden jót kívánok. Hölgyeim és uraim, önök a Négy szem közt a Kanizsa képújságon című riportműsorunkat látták. Köszönjük a figyelmet, tartsanak máskor is velünk.